Sziasztok! Most azt mutatom meg nektek, hogy a sminket hogy szoktam leszedni. Mert ugye az is fontos, hogy a sminket minden este alaposan eltávolítsuk a bőrünkről, a szempilláról, a szemöldökről. Ne csak sminkelni tudjunk, hanem eltávolítani is a sminket. Elsősorban ezt a micellás vizet fogom használni. Megint csepegtettem rá, és jön a szem. A szempillát picit így átitatom, és lehúzom. És akkor a szemhéjtus már le is jött. Közben ne nyissuk a szemünket, amikor így lerakjuk, mert ha belemegy, akkor megint retinaolvadás lesz. Most bőségesen tettem rá ezt a C-vitaminos arclemosót, ezt a micellás vizet, és milyen szépen fel is oldja. Azért mutatom így nektek lépésről lépésre, hogy lássátok ti is, hogy először, amit csak el tudunk távolítani a micellás vízzel, azt ezzel meg is tesszük. A szájra ugyanez a művelet, egy másik törlőkendő, víz, ugye ez a finom, nagyon jó Maybelline matraszáradó rúzs, ami egész nap fennmarad, átitatod, és szépen letörled. Színeljava el van távolítva, és most jön a lemosás. Mutatom gyorsan a géles lemosókat, ezt a neutrogénásat nagyon-nagyon-nagyon sokáig használtam, és nagyon is jó volt a bőrömnek. Ezt amúgy újra fogom venni, mert nagyon szeretem. Csak vettem utána Garniert, ezt is használgatom, mikor, hogy felváltva, ez a C-vitaminos. És a Nivea, tudjátok, ez is nagyon jó. De a legjobb a CeraVe. Most a CeraVe-t használom a bőrömre, ez mindenmentes. Ceramidok vannak benne, és hialuronsavas is. Közben bevizeztem az arcam. Vizes, nyomunk rá egy ilyen pumpányit a CeraVe-ből, és ezt belemasszírozom az arcomba. Szembe azért lehetőleg ne kerüljön. És ezzel alaposan átdörzsölöm az állam itt a nyakamnál, és mikor már bekapcsoljuk a szemünket, amikor lehunjuk a szemünket, akkor így, és akkor lefele. Szemgolyónál óvatosan. Még masszírozom egy kicsit, aztán leöblítem. Alaposan leöblítettük a pofalemezt. Szárazra törőjük, és most jön a tonik, amit fújni szoktam. Ez bizony a Revoxnak a tonikja, a cseresznyés és rizstejes tonik. Ebből így kell szemet megint behuny. És így. Nagyon finom, nagyon hidratáló ez a tonik. Ettől a bőröm sokkal fajnabb, fényesebb és puhább. Tényleg nagyon jó, ki kell próbálni. Megvárjuk, míg teljesen megszárad a bőrünkön a tonik, magától beszívódik, hagyjuk száradni, addig megmutatom nektek a savas hámlasztómat, a mandulas savas hámlasztót, ebből 3-4 cseppet el kell osztatni a bőrön, és ezt nem muszáj leöblíteni, nem is kell leöblíteni ezt a változatát. De viszont, hogyha a Revoxnak a glikol savas hámlasztóját használjuk, az bizony 10 perc után le kell öblíteni. Ezeket felváltva szoktam használni, de most a mandula tejeset fogom használni, úgyhogy ezzel bekenem az arcomat, 3-4 csepp eloszlatom, és utána jöhet is az éjszakai krém. Úgy szoktam, hogy így rányomom a kezemre, és bele dörzsölöm homlokra, és ott, ahol akinek van pigmentfoltja, oda bizony tegyen belőle. Azok a részek ne maradjanak ki, például itt, mint nekem itt az állnál, itt fölül, és itt a homlokunk két oldalt.
Ezt is hagyjuk, hagy szívódjon be. Kész van, jöhet is az éjszakai krém. Amit használok, az nem más, mint a Niveának ez a Limunius kréme, ez az éjszakai pigmentáció elleni krém. Ebből szoktam egy ekkora mennyiséget felvinni a bőrömre. Ennyi bőven elég amúgy belőle. És ezzel bekenem az arcom. Nagyon-nagyon jó krém, és észrevettem azt is, hogy egyenletesebb tőle az arcbőröm, és halványulnak a pigmentfoltok is. És ezzel kész is vagyok. Írjátok meg ti is, hogy mit szoktatok használni az arcotokra, mivel szoktátok leszedni a sminket, mert sminkelni az könnyű, tesszük magunkra, rakjuk felfele a cuccost, de le is kell mosni, el kell távolítani, és ápolni kell a bőrünket. Írjátok meg ti, mit használtok, mivel szoktátok lemosni a bőrötöket, nekem érzéken száraz bőröm van, úgyhogy fogadok el tőletek tippeket, még tanácsokat, szívesen kipróbálom, és ha tetszett, akkor big like! Sziasztok! Puszi!